Számos káresemény érte a gazdákat 2019-ben. A tartós esőhiány, az aszályos szárazság és az öntözőkutak szárazsága mellett a jég és a vihar okozta a legtöbb kárt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Annak ellenére is, hogy idén a tavalyinál korábban már április 15-én megkezdte működését az országos jégkármérséklőrendszer. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Agrárminisztérium által üzemeltetett rendszernek köszönhetően 2019-ben mindössze 37 ezer hektárra jelentettek be jégkárt a gazdák, a jégkár aránya pedig csupán 12% volt a mezőgazdasági károkon belül. A természet ellen, a természeti csapások ellen nagyon nehéz tenni. Amit lehetett, megtettünk, jégkár enyhítőrendszert megoldottuk országosan, de sajnos olyan körülmények voltak, amikkel nem lehetett számolni, illetve nem lehetett megakadályozni. Ezért, amikor lehetett és kellett, akkor a de minimis támogatási keretből a kárenyhítést külön, akinek biztosítása nem volt még, azok számára is lehetőséget adtunk. Próbáltunk mindenkit helyzetbe hozni, segíteni, hogy tudjon talprálni, tudjon boldogulni. A természeti károkat érintően a MAGOSZ elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az a gazdálkodó, aki gondoskodott magáról, tudott boldogulni a nehéz időszakokban is, ugyanis az agrárkárenyhítési alap, valamint a biztosítások is a segítségükre voltak. Van egy másik probléma, hogy gyakorlatilag mi az elkövetkező időszakban egy olyan fejlesztést kell, hogy megvalósítsunk ezen a területen, ami már a 21. század embere számára ad megoldást, a 21. század emberéhez alkalmazkodik, magyarul kutatások zajlanak, fejlesztési stratégia megvalósulás szakaszához közel, az egyetemekkel, kutatóintézetekkel együttműködve. Én hiszem, hogy itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében megtaláljuk a módját annak, hogy az itt élő emberek egyre sikeresebbé váljanak. Ehhez azonban összefogásra van szükség a MAGOSZ elnöke szerint, aki kiemelte, az almatermelők ügyében is az összefogás nyújtott megoldást a felvásárlókkal szemben, azonban további fejlesztésekre és fejlődésekre van szükség az ágazat életben maradásához. Ezt, ami volt ebben az esztendőben, csak rész sikerként éljük meg, tovább kell a rendszert tökéletesíteni, de ugyanakkor tovább kell lépni a feldolgozás terén. És nem elsősorban almalé vagy sűrítménygyártás, hanem egy lényegesen korszerűbb feldolgozó üzem keretében kell dolgoznunk, méghozzá a nemzetközi trendek, igényeknek megfelelő termék előállításban. Ez, ha az almatörköly humán élelmezési célú rostgyártás előállításként történő felhasználását jelenti, vagy éppen az alma olajnak a préselését, vagy éppen az alma pulp és egyéb termékek gyártása, vagy éppenséggel a frissfogyasztás, ezt kérem, látjuk majd. Zajlik a kutatás, ezen vagyunk, hogy a hosszú távon tudjunk dolgozni. Jakab István hozzátette, azon is dolgoznak, hogy az öntözővíz a gyümölcstermesztők számára rendelkezésre álljon, és ne vegye át az ültetvények helyét az akác, hanem mindenhol modern, jól gondozott gyümölcsösekben gazdálkodjanak.